Játsszunk el a gondolattal! Hogy a piaci szereplők elsődleges érdeke a jólét, a közjó. Hogy az áruk és szolgáltatások csakis az emberek valódi javát szolgálják. Hogy az adatbázisok, a tudomány nem a gazdasági növekedést, a profitot segítik elő, hanem az emberek fizikai és lelki egészségét. Hogy a feszültség nyugat és kelet között feloldható win-win megoldásokkal. Hogy minden másképp működik. Mi is. A Menedzser és az EON bemutatja Business Menu Life Bombera Krisztinával All Stars! Jó estét kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a Menedzser Szövetség nevében. Bombera Kriszta vagyok. És köszönöm szépen, hogy eljöttetek ma este hogy eljátszunk együtt a gondolattal. Ismertettem röviden a játék menetét. Egy-egy szakértői videóval kezdünk, négy előre megbeszélt témában, három perces expozékkal a jelenlegi közös helyzetünkről, állapotunkról, a világ menetéről, gondolatébresztőkkel, ezt a játékosok már látták, készültek erre reakcióval, vagy nem. Lehetett másképp is készülni. Ezután következik a játékosok expozéja, a szakértői videók után névsorrendben. Minden szereplő számára kereken és kőkeményen kettő perc áll rendelkezésre. Az idő múlását mutatjuk, lejártát, elviselhetetlen hangjelzéssel fogjuk jelezni. Utána egy-egy kör reagálás következik a társjátékosok gondolataira, expozéjára, újra névsorrendben. minden szereplő számára itt is kereken kettő perc áll rendelkezésre. Nézzük, hogy kik játszanak. Játsszunk el a gondolattal, hogy mégis egy hajóba nevezünk. Tehetünk-e közösen az önmagunk, egymás és a bolygó ellen elkövetett károk és mellékhatások ellen? Aki játszik? Hegedűs Ákos, Lindegáz Magyarország ZRT vezérigazgató. Kárpát Krisztina, Bayer Hungária Kft. ügyvezető igazgató. Pistyúr Veronika, Bridge Budapest ügyvezető igazgató. Ratatics Péter, múlcsoport fogyasztási szolgáltatások ügyvezető igazgató. Rózsai Rezső, KPMG vezérigazgató. Tajta Ákos, volt Regional General Manager. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok! És nézzük meg a felvezető gondolatokat, amelyekkel vagy egyetértetek, vagy nem, vagy ráfűztök, vagy nem. Ezt a szabad döntésetek fogja diktálni aki pedig sokkal okosabban, sokkal komplexebben összefoglalja most, amit az előbb próbáltam fölvezetni, az névelt Anna lesz, a viselkedés tudomány szakembere, a Beehive Consulting társalapítója, amely nagyon röviden, kicsit leegyszerűsíten összefoglalva az emberi viselkedés megértésével foglalkozik. Az emberek naponta több tízezer döntés hoznak, melynek döntő többsége úgy közel 90%-a tudatalat játszódik le. Az, hogy tudat alatt játszódik le, annyit tesz, hogy ezek a döntések nagyon intuitívak, nagyon gyorsak, csak környezetünk, és sokszor ismételt cselekedeténk miatt jönnek létre. Ez például jelentheti azt, hogy reggel automatikusan lefőzzük a kávét, vagy a moziban mindig a középső popcornt választjuk. Mivel 10 döntésünkből 9 ezzel a szinten játszódik le, ezért a negatív döntésünk nagy része is ide esik. Irányoljon ez a bolygónk, egymás, vagy akár -e saját magunk ellen is. Viszont szóval a jó hír az, hogy ez kiküszöbölhető, mégpedig a viselkedés tudomány alkalmazásával. Számos kognitív torzítás lép fel a mindennapi döntéseink során. Ezek a kognitív torzítások alapvetően olyan szisztematikus döntési hibák, amelyek ellentmondanak a logikának, eltérnek a racionális döntéshozataltól, és dilemmák esetén gyakran támaszkodunk ezekre. A viselkedés tudomány ezekre a kognitív torzításokra épít, mélységében megérti az emberi döntéshozatalt, azáltal, hogy megérti és feltárja ezeket a faktorokat, prediktálja, és azáltal, hogy prediktálja, képes megváltoztatni az emberi viselkedést, módosítani azt, telőrősíteni, vagy akár teljesen megszüntetni. A viselkedés tudomány egy eszköztár, Például vegyünk egy terméket, amelynek van egy funkcionális értéke. Gyakran hangsúlyozzuk ezt, viszont megjelenik számos olyan réteg, amely nem a racionalitásról, nem a funkcionális értékről szól. Például van egy szociális rétege. Például lehet ez, hogy státusz szimbólumként használ valaki egy terméket vagy egy szolgáltatást. Lehet ennek egy személyes rétege is például feltrét termékeket vásárolok, mert úgy érzem, hogy ez a helyes, ez egy morális döntés. Lehet ennek egy érzelmi rétege is, hogyan érzem magam egy termék használata közben. És persze megjelenik azért a fizetési fájdalom is, mint faktor. Ez az eszköztár alkalmas arra, hogy növelje az adományozási hajlandóságot, növelje a szelektív személygyűjtés arányát, de ez az eszköztár használható arra is, hogy az emberek több hitelt vegyenek fel, vagy olyan termékeket, szolgáltatásokat használjanak, amelyekre alapvetően nincs szükségük. A döntési környezet alapvetően meghatározza, hogy az ember hogyan dönt, és a viselkedés közgazdaságtan, a viselkedés tudománya alkalmazása nem az emberre, nem az emberi döntéshozatali módot változtatja meg. Az emberek továbbra is úgy döntenek, ahogy szeretnének, hanem a döntési környezetet szabja át, a döntési környezetet struktúrája oly módon, hogy ez hat majd a viselkedésére. Aki ezt a döntési környezetet biztosítja, legyen ez egy szervezet, legyen ez egy vállalat, legyen ez egy vállalat vezetője, vagy akár maga az állam felelősséggel bír e téren. Ha tud róla, ha nem. Mert így is úgy is meghatározza ez a környezet. A kérdés az, hogy ezzel a felelősséggel hogyan élnek. Hogyan hoznak a vezetők jobb döntési környezeteket? Első körben Hegedűs Ákos. Köszönöm szépen, Kriszta. Aki is már ezt tudja, hogy ha mikrofont kapok, akkor vagy énekelek, vagy sokat beszélek. Most a jó írás, hogy itt egyik se fog megtörténni. De kérdése visszatérve, ugye, hogy egy hajóban nevezünk-e, és hogy, 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 is tudja egy, dönt, egy, egy vezető a döntésével befolyásolni ezt. És azt gondolom, hogy a jelen világ csak is az az irány, hogy egy evezünk. Tehát én vitorlázóként is, illetve vállalatvezetőként is hiszek abban, hogy, hogy egy hajóban kell lennünk ahhoz, hogy egy célt el tudjunk érni. Ugye, de hogy mi az a pár befolyásoló tényező, ami, ami meghatározza ezt az egy való evezés, vagy vitorlázás, vagy gondolkodás? Annak én, én három, három pillérét azonosítottam magamban az elmúlt három évben. Az egyik az az, hogy kell egy közös cél. Ez a közös cél, ugye ez, ez lehet vállalati közös cél, lehet társadalmi közös cél, de mindenképpen fontos, hogy egy olyan cél legyen, amivel a benne szereplők azonosulni tudnak, akár a szívügyükkel tudja tenni ezt, és, és teljesen el tudják fogadni a célt, mint egy közös cél. A második rész, ami, ami az elmúlt pár év válság helyzetei alá hogy szükséges egy trauma. Ez a trauma ez lehet pozitív vagy negatív trauma magánéletben lehet egy vállás, a vállalati életben lehet egy energiaválság, lehet egy, egy Covid helyzet. Kell egy olyan trauma, ami, ami, a vállalati vagy társadalmi célért gondolkodókat egy irányba állítja, és, is felvilágosítja az arra, hogy igenis tenni kell azért, amiért, ami, amiért szeretnénk tenni együtt. És a harmadik pedig az, hogy kellenek influencerek, ugye itt beszéltünk a különböző generációkról, inspiráló vezetők, ezek lehetnek tanárok, társadalmi vezetők, vállalati vezetők, olyan, olyan kollégák, olyan barátok, akik irányítják és segítik a többieket, hogy megértsék azt, hogy hogy tudunk abban a hajóban együtt tevezve a közös célért haladni. Köszönjük szépen. A következő expozé Kárpát Krisztináé. Köszönöm szépen, szép estét kívánok mindenkinek lehet, hogy ők kicsit provokatív leszek. Nincs válaszom egyik kérdéssel, sem, és nem tudom megfejteni a világ nagy dolgait. De szeretnék egy pár kérdést föltenni csak így magunknak, és egy picit egy görbetükröt is állítani arról, hogy mennyire vagyunk egyébként álszentek. Tehát mennyit beszélünk ezekről a témákról, és mennyit teszünk ezekért a témákért. És ma nagyon komoly témákat feszegettünk itt az előző kerekasztalok keretében, és így végig gondolom azt, hogy én magánemberként és vállalatvezetőként mit teszek, és hogy elége az, amit teszünk. És ha csak a fenntarthatóságról, a bolygónknak a megmentéséről beszélünk, amivel lehet, hogy nem értünk együtt, vagy máshogy próbáljuk megfogalmazni, azt látjuk, hogy valamerre halad a világ, valószínű érezzük, hogy nem a jó irányba, változtatni kellene. És akkor jövünk vállalatvezetőként, és mondjuk, hogy van fenntarthatóság, meg vannak fenntarthatósági riportjaink, és mi ezt véresen komolyan veszük, és nem greenwashing szintjén, de elége. És ugyanezt megkérdezem magamtól, mint magánember, elég -e az, amit teszünk, elmegyünk feltültetni, szelektíven gyűjtök mindent, de hogy igazából azokról a kényelmi funkciókról lemondunk-e, amikkel ténylegesen változtatni tudnánk, és vállalatvezetőként mondjuk-e azt, hogy egyébként nem fogjuk az emberek agyát mosni azzal, hogy reklámokon keresztül mégis megpróbáljuk őket arra ösztönözni, hogy fogyasszunk és vásároljuk, hanem megpróbálunk egy olyan világot teremteni, amiben egészségesen tudunk, Élni. És szerintem nagyanyáink, szüleink azt szerették volna, hogy a következő generáció egy jobb világban élhessen. De definiáljuk már, mi ez a jobb világ, abba a jobb irányba haladunk, amit ők annak gondoltak. Szerintem ezt a pontot, ezt így meg kéne állnunk, átgondolni, hogy hova szeretnénk eljutni, és innentől újra definiálni, hogy mi az az érték, ami minket vezet a jövőben. Köszönöm. Wow. Kárpát Krisztina köszönjük szépen, most pedig a témáról nem először és nem utoljára, két percben talán először Pistúr Veronika. Igen, és hát kell felkészíteni, után, azt kéne mondanom, hogy most egy percig mindenki maradjon csöndben, és gondolja végig ezekre a kérdésekre a válaszokat. De én helyette eljátszottam a gondolattal, hogy most húsz évvel később van, mi a Menedzser Szövetség nyugdíjas tagozatának egyik ülésén vagyunk. Nagyon büszke nyugdíjasokként, és én egyébként az idealista tagozatot vezetem akkor is, ami ennek a szövetségnek a legnagyobb tagozata akkor. És vannak egyébként már válaszaink ezekre a kérdésekre, hiszen nagyon boldogan tudom azt a kutatást, ami 2036-ban arról szól, hogy a hatalom paradoxonának tekintett jelenség az már értelmezhetetlen, hiszen ma, már mint hogy 20 évvel ezelőtt, 2016-os kutatást tudtam volna csak idézni, ami arról szól, hogy a vezetésben lévők bizony a legérzéketlenebbek közül valók, és a, azokra a bizonyos empátiás készségekre, amire, a, amihez szükségünk lenne a kapcsolódásokhoz, mindenféle szereplőkkel, a fogyasztókkal, a munkavállalóinkkal, és mindenkivel, akik majd utánunk következnek, abban mi vezetők egyébként nem vizsgázunk a kutatások szerint jól, de hát 2043-ban már a 36-os kutatást idézem, amikor ezt meghaladtuk, és Mind olyan büszke vezetőként ülünk itt, akik egyébként büszkén állnak a gyerekeik előtt, és mondják azt, hogy igen, nekem volt válaszom arra már 2023-ban is, hogyha megkérdezik tőlem, hogy mit csináltam tíz év múlva, vagy mit csinálok a következő tíz évben, konkrétan Aktivitás szintjén, hogy lépek ki a szerepemből, amit vezetőként, mint presztízs furcolok magammal, de hogy fordítom azt át aktivitásra, akkor arra büszke válaszom van, és azt tudom mondani, hogy igen, nagyon-nagyon sok mindent tettem, konkrétan a napi cselekedet szintjén, és nem mondjuk nem lemondásként értelmezek valamit, hanem egyébként fejlesztésként. Most következő expozé Ratatics Péteré. Köszönöm szépen, jó estét kívánok én is mindenkinek. Ugye energetikai szakemberként jöttem, és a bolygó megmentése a cél. Úgyhogy minden összefügg mindennel, minél minden kevesebbet fogyasztunk, annál kevesebb energia kell, és annál hamarabb megmentjük a bolygót. Meg tudjuk-e ezt csinálni? Őszintén szóval nem hiszek benne. Nem hiszek benne azért, mert az emberek bár racionálisak, de a racionális énünknél sokkal inkább erősebb az emocionális reakcióink bizonyos dolgokra. Most a múltból egy-két példa, üzemanyag árszabályozás, amikor 650 forint üze, egy liter üzemanyag, 480-ra korlátozzák ennek az árát, akkor a fogyasztók reakciója nem az, hogy kevesebbet megyünk, vagy a, a megtakarítást azt energiahatékonyságra fordítjuk, hanem úgy érezzük, és itt a viselkedés vissza visszakapcsolok, úgy érezzük olcsó az üzemanyag, úgyhogy menjünk még többet. Ugye ezzel a filozófiával nem fogjuk megmenteni a világot. Nagyon azt gondolom sajnos, az én jövőképpen nagyon sötét, hogy valamilyen globális katasztrófa kell ahhoz, és nem csak annak az esetleges veszélye egy hipotetikus jövőben, hanem egy valós katasztrófa kell ahhoz, hogy az emberek összefogjanak, és valóban az egyén, közösség, társadalom és globális szinten is egy irányba kezdjünk elevezni. Ezt én nagyon nem látom, hogy ez meg lenne. Ennek az alapvető problémáját én valahol abban érzem, hogy a politikusok, és megígértem, nem fogok politizálni, legalábbis nem nevekkel, de hogy a politikusok gondolkodása az egy négy éves időszakra korlátozódik, négy évben meg nem számolnak MPV-t, emocionálisan közelítenek. A vállalatvezetőknek a felelőssége viszont ebben van, hogy mi hosszú távon kell, hogy gondolkozzunk, és hosszú távú értékeket kell építsünk. Köszönjük szépen, Rózsai Rezsünk következi. Jó esélyt kívánok én is. Péter azzal az át, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk valád vezetőként, és én azt gondolom, hogy sőt meggyőződésem, hogy hosszú távú gondolkodás, fenntarthatóság és felelős gondolkodás nélkül nincs. Tehát én azt gondolom, hogy nem zárja ki egymást a felelős, a társadalom, a szélesebb társadalom érdekeit figyelemmel kísérő magatartás és a hosszú távú vállalati profitorientált gondolkodás. Talán ennél is fontosabb, hogy ez nem csak én gondolom így, hanem közelmúltban volt egy kutatásunk, ahol 1300 államvezető szintén úgy gondolkodott, hogy ez a hosszú távú felelős gondolkodás már nem a sikeres működés egy opcionális extrája, hanem igenis alapja. És ebben ebben a világban, ahol most élünk, és ebben a krízisekkel tartított világban, ez még inkább felelősséget ró ránk, hiszen a társadalmi különbségek egyre nagyobbak lesznek, és aránytalanul nagyobb részt kapnak ebből azok, akik egyébként is szűk hozzáféréssel rendelkeznek a javakhoz, a lehetőségekhez, a képzéshez. És Malcolm Gladwell mondta a tavalyi Brainbar-on az ő filozófiáját, és mélységesen egyetértek vele, hogy azok a társadalmak lesznek a sikeresek, akik a legutolsó felzárkóztatására koncentrálnak, és nem a legsikeresebbek ünneplésére. És hogyha ezt mi vállalatvezetőként meg tudjuk tenni, és ezt tartjuk szemünk előtt, akkor azt gondolom, hogy ez kapcsolja össze ezt a két gondolkodást. És nem elég a vállalatúra fókuszálnunk. A vállalatú kultúráink, egészen biztos vagyok benne a teremben mindenhol, sokkal, de sokkal magasabban vannak, mint a társadalmi átlag. Tehát nekünk minden lehetőséget meg kell ragadnunk, azért állunk ma is itt arra, hogy ennek a meggyőződésünknek, hogy fel kell zárkóztatnunk, és segítenünk kell azokat a társadalmi csoportokat, akiknek szükségük van rá, segítenünk kell ebben, és minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy ezt elmondjuk. Azokban a kérdésekben is, amelyek egyébként proprietorientált, darabít távon, vágó kérdések lehetnek. Rezsők, köszönöm, hogy itt álltok ma este. És pusztán a népsorban elfoglalt helye miatt utolsóként Tajta Ákos. Mestét kívánok én is mindenkinek, Jasztok. Én nekem nem tetszett, amit Krisztan mondott, hogy álszentek vagyunk. Én, én azzal jöttem ide, hogy azt fogom mondani, hogy lusták vagyunk, mert hogy viselkedéstudomány, és hogy hogyan alakítja ez a mindennapjainkat, és mondjuk ezáltal egy, egy üzletet. De lehet, hogy az álszentség is, is ebbe a kategóriába tartozik, és nem azért vagyunk lusták, mert az öt kilométerre lévő munkahelyre autóval megyünk, vagy megszoktuk, hogy, hogy otthon meleg van, és felkapcsoljuk a fűtést, hanem egyszerűen így nevelődtünk, és erre nevelnek ezek a, a viselkedéstudomány használó marketingeszközök, hogy lusták is maradjunk. Én sem politizálok, de tudjuk azt, hogy a, a környezetet nagyon jól lehet alakítani, uh, ilyen-olyan uh, viselkedést... Uh, Befolyásoló offline vagy online marketinggel, ezt láttuk. Szerintem, ami nagyon fontos, és ami miatt talán én nagyon örülök, hogy, hogy itt tudok állni, és itt vagyunk ebbe a terembe, az az, hogy mi vagyunk azok, akik legalább kiállnak, és, és próbálnak okosakat mondani, és próbálunk változtatni ezen, és hiszem azt, hogy mindenki, akit itt beszélt ma a bolygóról, beszélt arról, hogy egy hajóban nevezünk, vagy nem egy hajóba nevezünk, akkor holnap egyen jobban próbálkozik, és visszamegy a, a, a családjához, úgy neveli a gyermekét, hogy, hogy tudatosan elmondjuk nekik, és majd akkor a következő generáció, vagy akár már a mostani generáció változtatni tud azon, hogy hogyan viselkedünk, és milyen szokásaink vannak. Mert szerintem egy cég is, és a cégkultúra is akkor működik, ha szokásokat tudunk kialakítani. Lehet, hogy vannak erre nagyon jó tudományos eszközök de szerintem ez a, a személyes kommunikáció, és, és, és az, hogy közös eredményeket érünk el, mert ha látják, a mellettünk lévők, a család, a dolgozók, hogy együtt haladunk, akkor mellénk fognak állni, és egy hajóban utazunk majd. Köszönöm. A viszont válaszokat újra kezdi Hegedűs Ákos. Köszönöm szépen, ugye lusták, álszentek, és még hozzáadatjuk, hogy felszínesek is, tehát igazából. Á, gyakorlatilag ne nehéz, nehéz uh, reflektálni itt a gondolatok, hogy az első a Verának a gondolata, hogy remélem a nyugdíjas klubra még meghívtok engem is, mert még nem leszek nyugdíjas, akkor egyébként, de szívesen jövök. De Visszatérve hogy a hosszú táv és rövid táv, uh, nyilvánvalóan az egyik legnagyobb dilemma szerintem, hogy a vállalatok, akik profitorientáltak, és a benne dolgozók is abban érdekeltek, hogy a vállalat profitját növeljék, és a, nyilvánvalóan a saját bónuszukat, saját uh, elismertségüket fejleszték. Ez, ez az egyik, ami, ami az adott helyzet szerintem itt a mindenkinek, aki itt túl körülbelül. A másik a társadalmi kérdések, és ezek a, ezek a nagy uh, bázvördök, ami mindenkinek a zászlójára fel van tűzve sustainability, nem tudom, green, zero, ez, ez mindenkinek a stratégiának a része, és a nagy kérdés az, hogy ki mennyit tesz érte. A vállalatok window projekteket csinálnak szerintem jelenleg szinte mindenki. Be akarjuk mutatni, hogy mi aztán elindultunk a green irányába, de amikor eljutunk oda, hogy ez valójában mennyit tesz hozzá ahhoz, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük, vagy hozzájárunk ahhoz, hogy ne ételt futártól rendeljünk, hanem nem a főzzünk otthon, akkor, akkor mindig, mindig belegondolok, hogy mi az, amit mi teszünk, mi az, ami a mi felelősségünk, mint vállalatvezető. Én azt gondolom, hogy hogy a hosszú távú stratégia, a hosszú távú célok meghatározása mellett nagyon-nagyon fontos ez a gondolkodás átalakítás, vagy gondolkodás befolyásás, vagy inspirálás. Abba az irányba minden alkalmazottnak, minden vevőnek, minden beszállítónak, minden partnernek, hogy együtt az első lépést tegyük meg. És ez legyen valódi lépés, és ne csak egy ilyen window projekt, egy ilyen bemutató projekt, hanem tényleg lépjünk egyet együtt, és akkor hiszem azt, hogy el tudjuk érni azt, hogy jó irányba fogok együtt gondolkodni. Az a benyomásom, hogy a vendégek emelik a tétet. Ráadásul Kárpát Krisztina következik. Egyébként én egy örök realista vagyok. Én, én, hiszek az emberekben. És reflektálva itt az előttem utána elhangzottakra, én sem látom egyébként túl optimistán a jövőt, de valahogy hiszek az emberekben és az emberiségben, és szerintem két utunk van. Az egyik az az, hogy tényleg bekövetkezik a katasztrófa, és ezt Péter is említette az előző beszélgetés, és a Covid miért kell megválnunk, hogy kitörjön egy világjárvány? Miért nem tudunk gyorsabban reagálni? Tehát szerintem vagy az az utunk, hogy azt hiszem ott, ott vagyunk az utolsó utáni pillanatban, tehát most vagy soha, tehát vagy teszünk valamit, és tényleg többet teszünk, mint amennyit beszélünk, vagy tényleg bekövetkezik a katasztrófa. De hogy azért én azt gondolom, hogy a XXI. században egy picit, ha tanulunk a történelemből, ha egy picit visszanézünk arra, hogy mik történtek a világban, akkor szerintem tudunk jobban csinálni dolgokat, mint ahogy azt a múltban csináltuk. És szerintem nekünk ez a, ez a felelősségünk, hogy, hogy megtanuljuk, hogy hogyan csináljuk jobban az elkövetett hibák után, és, és hogy próbáljunk javulni. Mindig azt mondják, hogy a, hogy, a, hogy, az okos ember az más tanul. Hát egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mi azért nem ebbe a kategóriába tartozunk, mi azért így szeretjük megélni ezeket a másokat, a kríziseket, és amikor a bőrünkön érezzük, lást COVID, mi akkor, akkor lépünk. Szerintem nekünk most az a feladatunk és az a legfontosabb, hogy eljussunk odáig, hogy nem várjuk ezt a pontot meg, hanem már előbb lépünk, és az, az, az előbb lépünk az ma van. Köszönöm, hagytam 22 másodpercet valakit, hogy felállt, amit a Neked adom megkaphatom azt a plusz 22 másodpercet, nem fogom kihasználni feltétlenül, inkább rácsatlakozom. Lehet, hogy furcsa lesz, hogy én se vagyok alapvetően optimista mellett, hogy idealista vagyok, mert hát nyilván mindazt tudom, amit ti is, és én is olvasok kutatásokat. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy vezetőként az ma továbbra is a mi felelősségünk, hogy ez a jövőkép, amit alkotunk, ez negatív vagy pozitív, a realitásokat figyelembe véve, és képesek vagyunk-e ebből a, akár ha pozitívat választjuk, én a pozitív pozitívat választom a fele, építeni a közösségeinket. Ugye ma nem katedrálisokat, meg piramisokat hozunk létre a legtöbben, hanem a munkahelyünk világában olyan fajta közösségeket, akik ebben valamiféle biztonságot nyernek, valamiféle kötődést ö, nyernek, nem feltétlenül hamis illúziót teszem gyorsan hozzá, szóval nem megvezetésről, félrevezetésről vagy manipulációról beszélek, hanem sokkal inkább arról a fajta kötődésről és biztonságérzet hiányáról, amit ma nagyon sokan megtalálhatnának egyébként a munkavilágában, és fordíthatnák értékteremtésre, ha ezt mi komolyan vennénk egyébként, és ha lennénk, azt hittem elment az idő, és lehúzzák a mikrofont, szóval, hogy, hogy ha képesek lennénk egyébként olyan jövőképeket közvetíteni egyébként a fiatalok számára is, és fiatalabb vezetőkkel együtt létrehozni azt a helyzetet, annak felelősségnek hívta ezt, én meg sokkal inkább szeretem lehetőségnek, meg potenciálnak hívni azt a helyzetet ami a kezünkben van, ezeket a jövőképeket, ezeket a közösségeket, ezeket a közérzeteket nekünk mind a kezünkben van építeni, és nagyon nem lesz mindegy, hogy azokban a kritikus helyzetekben, amik bőven jönnek a következő években, a Covid sehol nincs ahhoz képest, ami szerintem előttünk áll, abban miféle biztonságot tudunk közvetíteni, és azt most senki nem fogja tudni megadni, a politika nem fogja tudni megadni, ezt a munkavilága valamennyire megadhatja, és itt a kezünkben hogy ezért tegyünk konkrétan. Ratatics Péter. Én próbálnám kevésbé pessimisten folytatni, hogy mi ugye alapvetően két választásunk van. Az egyik, hogy most azon a Dunába ugrunk, a másik, hogy bedobjuk a gyepőt a lovak közé, és akkor még inkább rálépünk a gázra, és ugyanúgy éljük, hogy még kevésbé felelősségteljesen éljük az életünket. De mégis azt gondolom, hogy, és ráépítve a korábbiakra, hogy, hogy, igen, valahol el kell kezdeni. Tehát, hogy, és ez az egyén szinten mindenkinek a saját háztartásába, a saját életébe el kell kezdeni. Ha ezzel tudunk azonosulni, akkor valószínűleg ez a mentálisan át tudunk állni abba az irányba, hogy akár a a döntéseinkben, a kollégák motiválásában, a fogyasztók befolyásolásában el tudjunk indulni egy olyan irányba, ami egyre jobbá teszi a világot. Azért félreértés nehézség szerintem van egy-két jó példa is, legyen szó akár a hulladék hasznosításról, vagy egy kicsit hazabeszéljek, hogy ez egy felelősségi kérdés. Tehát azokat a javakat, amiket megtermeltünk, igenis újra lehet használni, ezáltal kevesebb újonnan előállított dologra van szükség. De lehet szó akár a napenergia vagy megújuló energia használatáról is, hogy próbáljunk meg abba az irányba menni, amire azt gondoljuk, hogy egyébként hosszú távon tudatosan üzleti alapokon is fenntartható, de mégis valahogy segít elkerülni egy teljes katasztrófát. Ettől függetlenül válasszuk meg a Föld elnökét, és akkor van esélyünk arra, hogy globálisan ugyanabba az irányba menjünk. Ma pedig nem így történik, ameddig Európa megpróbál jó fiú lenni, de Kína, India, Afrika nem, addig, addig a vállalatvezetők, főleg a nemzetközi vállalatvezetők egy része is úgy fog dönteni, hogy jó, az itteni gyárakat bezárom, de nyitok egy újat Indiába. Az a földet nem fogja megmenteni. Nagyon szépen köszönöm, Rózsai Rezső. Én alapvetően emberekkel dolgozom, vagy kollégákkal, vagy ügyfelekkel, és azt tanultam meg, hogy egy problémát kétféleképpen lehet megközelíteni, vagy megijedünk tőle és démonizáljuk, vagy megpróbáljuk apró szeletekre bontani és ezekben az apró szeletekben megpróbálunk eredményt elérni. És hogyha ezt meg tudjuk mutatni a munkatársainknak, hogy egy problémát hogy tudnak megoldani apró szeletekre bontva a lépésről lépésre, akkor a sikerélmény megélése nagyban hozzájárul az ő motivációkhoz és szemléletformálásukhoz. És én pont ebben hiszek, hogy nem biztos, hogy nekünk a nagy kérdéseket önálló megoldására lesz lehetőségünk, hanem apró kis szeletekre kell bontanunk, ebben kell lépéseket tennünk, ebben kell sikereket felmutatnunk, sőt, sikereket megélnünk, mert a siker megélése az, ami előre, tud vita, előre tudja vinni a társadalom azon rétegeit is, akiknek a siker megélése sokkal nehezebb. És ebben van egy óriási edukációs szerepünk szerintem. Ugye ezt el kell mondanunk, és hogyha most hallgatom itt az előttem szólókat, én már ma rengeteg pozitív energiát gyűjtöttem ahhoz, hogy a következő beszélgetésekben én kinek fogok pozitív energiákat átadni, és olyan gondolatokat, amelyek naivitástól függetlenül előre fognak bennünket vinni, és hogyha hogy visszaemlékszünk, már valaki idéztem a Ugye ő mondta azt a Nobel irodai hogy én csak azzal foglalkoztam, amihez értek, és abban akartam tenni valamit, amiben lehetséges. Semmi más dolgunk nincsen. Azzal kell foglalkoznunk, amihez értünk, és abban kell eredményt elérnünk, ami, amiben lehetőségünk van jobbá tenni együtt ezt a társadalmat és ezt a világot. És én is adtam 30 percet valakinek. Köszönöm. 30 percet. Másod, másod percet. Kérlek, völzs, jó annyit ne adjákosnak. Rácsatlakozva, amit a rezső mondott. Én nekem is nagyon tetszik az, hogy egyáltalán itt vagyunk, és ahogy mondtam, és azért vagyok emocionális. Nem azért, mert, mert pessimistán látom a, a jövőt, hanem pontosan azért, mert látom azt, hogy most kell tenni, és, és le kell bontani azokat a, a problémákat családi szintre, cégen belüli szintekre, ahol van befolyásunk. És ebből a csapatból, ebből az emberek közül ki fognak nőni szerintem azok a vezetők, akik majd a globálisan átlátják, majd beülnek a, 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 az adott kormányba és adott szervezetekbe, akik, akik döntéseket tudnak hozni és irányt tudnak mutatni. Mert mert nagyon nehéz lokálisan megváltoztatni a bolygó helyzetét. Az a feladatunk, hogy kineveljük szerintem azon, azokat az embereket, akiknek lesz majd esélye, és nem áttolni akarom a következő generációra a problémát, mert remélhetőleg nem kell megvárni a következő generációt azzal, hogy, hogy változásokat tudjunk elérni. És lehet, hogy soha nem fogunk egyetérteni a Kínával, vagy, vagy akár a Nyugattal, mert az egy politikai kérdés, de szerintem meg lesznek azok a szakemberek, akik majd technológiát tudnak hozni, és ezáltal az üzleti élet fog össze Globálisan, mert szerencsére vannak globális cégek, szerencsére ezek a globális cégek dolgoznak helyi, lokális cégekkel és munkavállalókkal. És szerintem ennek az összessége, hívhatjuk kapitalizmusnak is, majd előre viszi és a megoldáshoz közelebb viszi szerintem is a, a, a globalizációnak, a, vagy a, a bolygónknak a helyzetét, és szerintem legyünk pozitívak. Uh, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy tenni kell érte nap mint nap, mert a szokásból lesz majd uh, eredmény. Legyen úgy, legyen Pistúr bele az Idealista Nyugdíjas Klub Menedzser Szövetség Béli vezetője. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy játszottatok a gondolattal, és velünk voltatok ma este. Nekem más tisztán már nincsen, csak megköszönni azt, hogy azok, akik eljöttek ma hozzánk beszélni, azok komolyan vették azt a feladatot, hogy komoly témákról beszélünk, hogy egyáltalán nem játszunk, mert a tét nem játék. Köszönöm, hogy komolyan vették azt, hogy két percük van, kétszer két percük, nem több, és mindenki betartotta. Köszönöm a bátorságot a Menedzser Szövetségnek hogy ilyen témákról ilyen komolyan beszéltünk. Azért ez egy nagyon nagy csapat amit itt is szeretnék megköszönni a Menedzser Szövetség teljes ügyvezetésének, az elnökségnek, aki folyamatosan támogatja a munkánkat, és hát ennek a 24 szupersztár vezetőnek, akik itt olyan értékes gondolatokat osztottak meg velünk, amit azt gondolom, hogy most haza tudunk vinni, és remélem, hogy ebből sokat fogunk tanulni is. A Menedzser Szövetség és az EU bemutatja Is menu life, bombero Cristina Vol, All Stars?